Jó, a gondolat kiváló, és nem példanélküli, éppen egy ilyen helyen, Győrben jártunk, ahol hasonló jó ötlettel álltak elő. Itt vagyunk Győrben, ahol az első magyar falfestmény és graffiti fesztivál zajlott. Hogy született az ötlet? Szerettük volna, hogyha egy nagy fesztivált csinálnánk, ami legális elsősorban, és fiatalok összejönnek ebben az aluljáróban, Győrben itt a Marcellás aluljáróban van, és intrika, féltékenység, irítség nélkül alkotunk egymás mellett, megismerjük egymást, beszélgetünk természetesen, egy nagy buli volt, nem csak fesztivál, és kicsit versenyszellem is kialakult, hogy mindenki a legjobbat akarta. Mivel én művészeti vezetője is voltam ennek az akciónak, ezért kaptam vázatokat a fiataloktól, és így szűrtük ki, hogy ne legyenek ilyen amatőr fiatalok, inkább a profitbaknak hagytunk lehetőséget, és ezért születtek ezek a úgymond legprofibb művek. Mi a falfestés és a graffiti közt a különbség? A falfestés az igazából képzőművészek végzik ecsettel, nagyon-nagyon aprólékosan és sokkal, hogy mondjam, tudatosabban csinálják ezeket a dolgokat. Vázatokat készítenek előtte és ecsettel. Még itt azért kannákkal fújják fel a falra ezeket a graffitiket. Más az életérzése is a kettőnek, meg a stílusa. Egyiket azért fiatalabbak végzik, másikat azért tapasztaltabb emberek. A téma végül is a palackozárt üzenet, hogy mit üzennek a világnak, hiszen a művészet maga már egy üzenet, meg egy stílus, egy új életérzés. Ha belegondolunk, egész művészettörténet arról szól, hogy mindenkinek van egy egyéni stílus, amit akár Van Goghról vagy Daliról beszélünk. Itt is azért megtalálják a saját stílusokat az emberek, és próbálnak azért úgy szerintem viszonyulni egymáshoz. Tényleg a legfontosabb az, hogy akár az egész életben mindenhol vannak konkurenciák, itt ne az értesse először a fiatalokat, hanem az, hogy segítsünk egymáson, adjunk egymás festékéből, és örüljünk egymás munkájának. Kik ezek a srácok, akik graffitiznek, és vannak-e lányok is esetleg? Lányok azért kevesebben vannak, szerintem a srácok azért jobban felvállalják magukat, vagy úgy látszik, ez a festészet is ilyen férfias dolog lett. Tényleg azért, de voltak tényleg a különböző országrészre jöttek ide lányok. Vannak sztár graffitisek, vagy pedig ilyen guruknak nevezik őket, akik 10-12 éves koruk óta arra fújkálnak. Nagyon sok tervünk van, kiemelnék most egyet a busz, tehát a buszra fogunk fújni ilyen kompresszorral, és akkor lenne egy kiállító terem a busz oldalába, ami különböző ugye számot kapna, meg különböző helyeken menne ezek a busz, és mindenki látja. Tehát a legfontosabb a graffitibe is, tehát nem csak az én sajátos filozófiám, hogy minél többen lássák ezeket a munkákat, és hirdessék azt, hogy mi a profizmus. Hogy tetszenek ezek a graffitik? Szerintem egész jó. Jól megvan a csinálva, meg szépek. Nem lepődtetek meg, amikor egyszer csak láttátok, hogy fel van díszítve az aluljáró? Hát nem igazán, mert itt voltunk, amikor csinálták. Mit szól ehhez, hogy feldíszítették az aluljárót a graffitisek? Nekem nagyon tetszik. Igen. És nagyon jó, mert végül is ami előtte volt rajta, az a sok kosz el van takarva, nagyon mutatósak a rajzok is. Hogy egyik másik különösen. Tudja ezt, hogy itt majd a buszok is föl lesznek díszítve ilyen munkákkal? Nekem fog tetszeni az is, úgyhogy én nagyon híve vagyok az ilyen modernebb díszítésnek. Meg a fiatalok ebbe legalább kedvüket lelik, és idejüket is tényleg olyan okos, jó dolgokkal hordítják. Szép, igen. Tetszik. Tetszik tudni, hogy majd a buszok is ilyenek lesznek? Hogy a buszokat is föl fogják díszíteni az urak, akik itt dolgoztak. Szép, röpülés. Minden szép. Igen. Nekem legalább is tetszik. Az a lényeg, hogy ez végre egy olyan divat, ami ha nem is mindenkinek, de mint hallhattuk, sokaknak tetszik. Apropó divat, neked tetszik a graffiti, Marton Kriszti? Nagyon tetszik, főleg azért, mert hogy végre itt most legálisan festhettek a művészek, ami idáig azért nem volt elterjedt. Akár egy kisfiú ugyanazokat a képsorokat rajzolta meg, amelyek szeptember 11-én valósággá váltak. A New Yorki tornyot és a repülőt, ami belerohan. Kísérteties egybeesés most a fókuszban.
Már az is furcsa, hogy vajon honnan ismeri egy 9 éves magyar kisfiú New Yorkot úgy, hogy soha életében nem járt ott. Sőt, ez a kisfiú nem, hogy Amerikában nem járt. Olyan beteg volt szegény, hogy gyakorlatilag a nap 24 óráját otthon töltötte. A betegsége miatt, ami már egészen kiskorában megtámadta, iskolába sem járhatott. Viszont gyönyörűen rajzolt. Ez volt az egyik kedvenc elfoglaltsága. Az pedig, hogy beleszeretett New Yorkba, úgy kezdődött, hogy a család egyik barátja hozott neki onnan egy képeskönyvet. De hogy ez a rajz hogyan született meg évekkel azelőtt, ahol azt ábrázolja, hogy egy repülőgép belerepül a World Trade Center tornyába, ma már senki sem tudja. Mindenki csak csodálkozik. Ezek egy 9 éves kisfiú 7 évvel ezelőtti rajzai. Az a döbbenetebb az egészben, tényleg ez a valóság. Ezek pedig egy festőművész alkotásai 1993-ból. Félelmetes, én sértem ezt. Ez pedig 2001. szeptember 11-e. És nem a képzelet szüleménye, hanem az azóta is felfoghatatlan valóság. Amikor megtörtént az amerikai tragédia, akkor eszembe jutott, hogy én már ezt annak idején 11 évvel ezelőtt megfestettem. Pesszimista voltam nagyon, fiatalkoromban történéseket megfestettem, illetve szimbolikus az amerikai szabadságszobor, és sajnos bekövetkezett az, amit valahol megjósoltam. A festmény, melynek címe a Szabadság lángjai, Norbert fiatalkori alkotása. Azt mondja, abban az időben szinte csak ilyen képei születtek. Hátborzongatóak, félelmetesek, és mint utóbb kiderült, nagyon is valóságosak. Szűk Norbert ma is emlékszik a lángba borult New Yorkot ábrázoló festmény keletkezésének napjára. Hajnalban, mint egy parancsnok engedelmeskedve, szinte kényszer hatására festett. Azt mondja, nem volt ura a képzeletének. Egy kicsit ráérzéseim vannak, megérzéseim, talán az érzékenységemből fakad ez a dolog, hogy rálátok a dolgokra, de nem érzem, hogy annyira precízen tudatos lenne, mert utólag lehet okoskodni mindenbe, hogy én akkor azt megjósoltam. Én ebben a pillanatban úgy láttam a reális világot, abban a jelent, és valahol beleláttam egy kicsit a jövőbe is. Ugyanígy a jövőt láthatta az a kisfiú, aki ezeket rajzolta 7 évvel ezelőtt. De hogy miért és hogyan születtek a képek, azt már nem tudja elmesélni. A születése óta beteg gyermek egy évvel később veseelégtelenségben meghalt. Férjem most, hogy volt ez a terrortámadás, akkor mondja, hogy szerinte úgy emlékszik, hogy a kisfiunk sokat rajzolt a New Yorkot, mintha ezt a épületet is lerajzolta volna. És akkor kerestük ki, mert ott van nagyon sok rajz, van neki szóval legalább 50 rajz, és akkor, tehát 4-5 év előse vettük ezeket a rajzokat, az az igazság, csak most tényleg így, hogy volt ez a dolog. És amikor elővették ezeket a rajzokat, akkor mi? Hát olyan furcsa, szóval furcsa volt, és érdekes, hogy amit a gyerek tényleg abban az időben így kitalált, az most a valóság, szóval ez volt a döbbenet az egészben. Az akkor 9 éves kisfiú temérdek rajzot készített New Yorkról. Szülei szerint Péter megszállottja volt az amerikai nagyvárosnak és a felhőkarcolóknak. Ezeket nézegette, ezeket a képeket, és akkor ebből jött végül is az ötlet, hogy ezeket rajzolgatta. Szóval itt, amikor még éppen volt a torony. Az utána következő rajzok azonban megdöbbentőek. Ezen a képen például szinte ugyanazt látjuk, amit nemrég az élet is igazolt. Az egyik gép már belerepült a toronyba, a másik pedig éppen felé közeledik. Majd összedől az első felhőkarcoló, és ezután csak a pusztulás és a rombolás képei. Ugyanúgy, mint Péter szülei, Norbert legjobb barátja is megdöbbent, amikor az általa már rég ismert festményt a televízióban látta vissza valóságként. Főleg akkor félelmetes, hogyha egy másik képével tényleg holnap után találkozunk a valósággal, egy harmadik képével pedig 2 hét múlva, akkor aztán igazán borzongató lesz. Véletlen egybeesés vagy sem? Csupán a képzelet játékáról van szó, vagy annál többről. A kérdés mindenkiben felmerül, magyarázatot pedig hiába is keresnénk. Abban pedig csak reménykedhetünk, hogy Norbert más képeiből sohasem lesz valóság.